Ágának, Szuzinak a szalaglása, nem szalaglás, tanuljál meg olvasni, Péter. Jó, tudod mit? A lényeg az, hogy úgyis el fogom tashingolni. Érted a csávó? Tashing lesz, tashing. Cringe Péter! Új mintával ellátott termékek már elérhetőek a webshopban. Hesszeljétek meg! Üdvözlök mindenkit, sziasztok, az én nevem Ómegedés, ez itt a következő Pokalipszomszédok videós srácok, folytatjuk ezt az epic játékot, és ha minden igaz, most a Higiénia Nap nevű prank vagy megtréfálás következik. A Higiénia Nap, a tisztaság félegészség. A vángaz ember szomszéd alig várja, hogy elmerüljön a pihentetőfürdőben. Amíg folyik a víz, egy régi fotóalbumot lapozgat a kedves mamáról, miközben édességeket majszol és pudingot készít. Woodynak azonban akad még pár trükk a tarsójába, és megfulladok a saját nyálamtól, bár szerintem a videózásom alatt ez már előfordult kb. Vagy 100 alkalommal, de semmi baj, az amikor meg kell megköpök, érted? A só legőbb epizódja, PENCS! Mindenki tudja, hogy videózok, erről van szó, hölgyeim és uraim. Na, mondtatok nekem egyébként egy nagyon jó technikát, egy taktikát ajánlottatok nekem, mert köztetek amúgy nagyon sokan játszottak ezzel a játékkal, és meg is lepődtem. Bár ezzel a játékkal, aki még nem játszott, az könyörgöm, én kérem, majd nagyon picit is kedvele a videózásomat, játszon ezzel a játékkal, mert ezzel a játékkal játszani kell. Szóval, azt ajánlottátok nekem, hogy minden egyes úgymond pálya elején bújja be ide a szekrénybe, mert itt ha le is jön, nem fog engem észrevenni. És nézem meg, hogy mit csinál a úgymond a szomszéd. Tehát, hogy kövessem, nézem meg, hogy mihez nyúl hozzá, mit csinál, és amikor körbe ment, amikor már mindent megcsinált, akkor próbáljak meg úgymond így körbenézni, vagy ilyesmit. Tehát először is evett úgymond a cukorkából, aztán elment valamit turmixolni, és most elmegy meg úgymond fürdeni, megnyitja a kádvizet. Tehát most van időm, amikor itt van, akkor van időm tulajdonképpen, de azonnal jön is vissza könyvet olvasni, vagy az anyukájának valami fotóalbumát lapozgatni. Jó, akkor én most kijövök, és vagy egyelőre lehet, hogy még nem kellene kijönni, meg kellene nézni, hogy mit csináltat meg, hogy a fotóalbumot nézegeti az anyukájáról, nem is az anyukájáról néz képeket, ez egy hülyeség, ide látom, hogy nénikről néz képeket, hát mi ez, atya úristen, pervers. Ó, oké, és most megint eszik, ez az evés, oké, és most megint megy turmixolni, aha, oké. Tehát akkor most tulajdonképpen, amikor ez a szituáció van, akkor ide lent egy csomó időm van. Csomó időm van. De a turmix után arra vagyok kíváncsi, hogy mit fog csinálni. De ezt megcsinálja, aztán jön elzárni a vizet, és akkor szerintem fürdeni is. Aha, most jön. Erre kíváncsi vagyok. Már bocsánat, hogy eddig nem csináltam semmit, de nagyon fontos tényleg ez, hogy megnézem. Ezt ti ajánlottátok nekem amúgy. Mondtátok, hogy rengetegen játszottatok már ezzel a játékkal, és azt is mondtátok, hogy nagyon sokan végigvittétek már rengetegszer. És írtak még szülők is e-mailt egyébként nekem, hogy úristen Péter, hogy még annak idején ők is ezzel a játékkal játszottak, és mai napig imádják. És köszönik szépen, hogy elkezdtem ezzel a játékkal. Tehát a szülő jobban örül a videónak, mint maga a gyerek, azért az elég durva. Aha, megfürdött, és akkor most megint történik minden előről. Jó, akkor én azt csinálom, hogy én most kijövök, és nincs nálam semmi item, gyorsan belenézek ide. Jó. Találtam is egy csomó mindent, na várjál ide, most bebújok. Ez micsoda? Fekete cipőpasztal, micsoda gusztustalan fekete kulimász. Mindent össze-vissza koszol, mindent. Igen, ragasztófa és papírragasztó, és van nálam fekete fisztó. A fekete fisztóra betudom az anyukájának a képét, ugye tukra tudom tenni. Jó, semmi baj. Most te feljövök ide, mert ha minden igaz, ezután... Aha, itt. Szóval így szerezte a szomszéd azt a nagy potrohát. Milyen potroháról beszélesz? Aha. Most megy vizeteng, aha. Lehet, hogy ide kellene? Oké, ragasztó megvan, ez jól jött. Én most átmegyek a másik szobába. Oké, itt is körbenézek. Mondjuk először ide benézek. Oké, megvan. Itt találtam tojást. Oké, tojást azt egyetlen meg tudjuk, hogy mit kell csinálni, ugye? Ez most nagyon kapni fogja amúgy. Ebben biztos vagyok. Ebben mit lehet? Esetleg, hogyha ezt rakna... Nem, azt nem. Ebben itt mi van? Gyorsan kéne. Gyorsan. Üveg. Nagyon jó, megvan az üveg. Ő közbe kapta, jó, az semmi baj. De ezt mit tudok csinálni? Ezt az üveget nem kéne üresen hagyni. Aha, nem kéne üresen hagyni az üveget. Jó, én most elmegyek. Oké, na várjál. Ezt mondjuk így lehet, hogy összefirkálom. Jó, egyelőre most ne nézek. Oké, már nagyon ideges lett. Ez megvan.
azt nem tudom, hogy ezzel mit tudnék-e csinálni. Ide kellene most bejönni. Most van egy kis időm, elveszem. Ezt ugye mindenki tudja, hogy ide így megfogjuk. Ezt tönkre tesszük. Ezt levesszük. Ez micsoda? Ez micsoda? Aha, szappan. Na várjál, a szappant is ide rakjuk. És esetleg így. Nem jó! Á, meghalok! Meghalok, de! Atya úristen! Hú, de mákon volt, te jó isten! Ezt esetleg? Jó, észrevette az anyukáját, nem ide kell. Akkor ez hova kellhet ez a kusztustalan fekete paszta? Na várjatok. Itt van ez az üveg, de ezzel az üveggel mit tudok csinálni? Várjál csak. Nem? Itt is van még valami? Aha! Találtam már valami. Nice. Oké, megvan. Ezt még ugye nem vettem fel az itemeket, nagyon jó. Ezt kicseréljük. Vicces színű golyókra. Ez az! Kicseréljétek! Ez micsoda? Hajnövesztőszer, vajon hogyan? Aha. Esetleg össze lehetne kombinálni ezt a kettőt? Vagy én nem tudom. Jó, most megnyitja a vizet. Én kimegyek. Vagyis hát én átjövök ide. Na várj, ezt megpróbálom mondjuk esetleg ebbe. Ja nem, azt tudja, hogy a... Nem? Akkor ez úgy látszik, le kell. De ez a üveg, ez hova kellhet? Nem lehet összekombinálni a dolgokat? Ne, bejön! Ne, be fog jönni! Itt vagyok a felébe! Erre nem számítottam! Na, nem is érdekli? Most mi történik? De búj, menjek már! Most mitől félek? Jó, most megvárom, amíg ki simán el tudnék szaladni. És most ide jön Szélver. Oké, de még lesz életem. Vagyis hát remélem. Oké, ezt megkaptuk, semmi baj. De megint kapni fogok! Ne szórakozz velem! Azonnal ne! Húzál én nem! Péter! Menj! Oké, király vagyok. Hú, jó szép lett, nem baj, semmi baj nincsen. Én ide visszajövök. Menj! Oké. Ezt esetleg? Vagy esetleg ezt most? Nem? Oké, ez megvan. Ne, léci! Menj be, Woody! Ez az Woodykám, megvagy. Oké, go. Ó, nagyon jó vagyok. Ez is megvan. De ez szava kellett, ez a fekete, micsoda gusztustalan fekete körülmény, mindent összevíz a koszol, minden. Na várjál, ezt mit kellene bekoszolni? Nézzük, mi történik. Jézusom, tiszta hajas lett, az igen. Nagyon királyok vagyunk. Még egy pranket kéne megcsinálnunk, de az a baj, nem tudom, hogy hogy. Ja, hát megvan. A törölközőjét kellett volna, ezt nagyon be lehetett volna kombinációzni, de hát most ennek ellenére most ez így egyedül fog megtörténni, semmi baj, ez most így egyedül lesz. Persze, a törülközőt kellett volna összekenni, és akkor ebből jó kombinációt lehetett volna csinálni, hát ezt nagyon elcsesztem igazság szerint. Mert ugye úgy van értelme ezeknek a megtréfálásoknak, hogy ugye egymás után történik, és akkor úgymond nagyon-nagyon ki tudod készíteni a szomszédot, és tulajdonképpen már csak meg kell várnom, hogy használja a törölközőt. Hát ez sem sikerült. Nem sikerült puningot csinálni, ezt nagyon bekapta, ezt nagyon-nagyon megkapta, és 6 év mire le fog jönni. Jól van, fekete ember lett belőle, és tulajdonképpen meccselt a pályát, viszont ez sokkal jobban meg lehetett volna csinálni, de Péter elcseszte, de nem baj, Péter! Együtt van a sköbbe köpök. Jó, hát nem volt annyira rossz, de lehetett volna sokkal jobb, Péter, azért maradjunk ennyiben. A bosszú is egy sport következő, prank következik, ezt jól megmondtam. A szomszéd mindig is nagy-nagy foci rajongó volt, azt leszámítva, amikor a rohadt kölykök betörték az ablakát az alasztival. Most hirtelen szüksége van egy kis lazításra, klimpírozni valamit a pianinón, zaklatott idegeit csak a kedvenc virágának, Suzynak a tanulja meg olvasni, Péter. Jó, tudod mit? A lényeg az, hogy úgyis el fogom tashingolni. Érted a csávó? Tashing lesz. Tashing. Cringe Péter. Köszönöm szépen. Erről van szó. Oké. Hát akkor szokásosan megnézzük, hogy mit csinál maga a szomszéd. Nagyon nyomja a pianót. Hoppáré! Ja, berúgták a labdát a gyerekek az ablakain. Figyelj, és most oda megy és ki fogja dobni. Aha, ott is van valami. És visszaadta nekik.
És közben lecseszi őket, majdnem mondtam valamit, de nem fogok csúnyán beszélni. Ott a virág, aha, szóval a virággal is kell tudni valamit csinálni, szóval lejön. Most össze-vissza mászkál a lakásba. Nagyon jók vagyunk. Best of the bestingek vagyunk, én azt mondom, srácok, na várjál. Péter, a cringe. Péter, a cringe. Aha, úgy látom, most nem megy be a fürdőszobába. Szóval a fürdőszoba az most egy offos terület. Oké, ez még zárva van ez az ajtó, nem tudom azt hova vesz. Azt hiszem, az leveszett a pincébe, majd lesz olyan pálya. Nézzük meg a táskát is. Megvan már, tudom is, amit kell csinálni. Tudja, hogy a hú, ilyet akartam mondani. A bowling labdát kell majd kicserélni a foci labdára, és akkor az nagyon poén lesz. A legjobb az lenne egyébként, hogy össze kellene gyűjteni az összes itemet tulajdonképpen, és hogyha megvan, akkor úgy egy ilyen hatalmas nagy pranket alkotni, én azt mondom, ott nincs semmi. Aha, most jön szagolgatni a virágot. Ez a zene. Yeah! Come on! Yeah! Aha, oda kell tenni a szappant. Ah, azt hittem ide jön, de nem. Jó, a lényeg az, hogy itt most a fürdőszoba az egy jó hely. Nem kell félni. Most akkor meg kellene várni, hogy megint berúgják úgymond a focilabdát az ablakon, és akkor én felmegyek a szobájába, és tö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 t
amúgy. Na jó, azért nem szeretnék. TV-hez most hozzá lehet nyúlni? Nem lehet hozzá. Ez micsoda? Oké, ezt is megtaláltam. De mire jó ez a telefon? Ezzel a mobillal el lehet terelni a figyelmet. Ó! A mobillal el lehet terelni a figyelmet. Ah, fel tudom hívni, és akkor lejön ide telefonálni. Majd de hülye vagyok! De miért vártam meg? Ó, jó, szétver. Jó, semmi baj. Van még két életem. Semmi baj. Jó vagyok. Jó, van, meg kapom! Jesus, mit kaptam? Te jó Isten, mit kaptam? Aha, ezt mit lehet csinálni? Mi ez? Kretén szomszéd szín... Kretén, ő kretén! Na, ez mi? Ott a telefonszám, ugye? És itt tudom felhívni őt. Aha, és most elment, nagyon jó vagyok. Oké, nézzük. Nagyon jó. Hoppá, megprankeltük. Nagyon jók vagyunk, iszonyat jók vagyunk. Semmi baj nincsen. Oh my goodness. Ez a sajt bűzik, mint egy szomszédom. Aha, oké, mint egy szomszéddomb, érted? Úgy bűzlik a sajt. Jó, megyünk. Jók vagyunk. Összesajtoljuk, mert mi vagyunk a sajt 32-ük. Nagyon jók vagyunk. Oké, ez most nagyon büdös lesz számára. De semmi baj nincsen. Én feljövök, ugye itt fel tudom hívni a telefonszámát. Majd megint. Oké, csöng a telefonja. És konkrétan most, ajaj! Az érdekes volt. Jó, ezt egy ilyet, így. Nagyon jók vagyunk. Telefonra is ideges lesz, nagyon. Nézzük meg gyorsan a hűtőt, hogy van-e benne valami, de azt már kivettem. Oké. Oké, ezt kivettem, ez itt készen áll. Már megint büdös. Miért? Már az előbb is büdös volt. Oké, itt készen van minden. Hát még ezt kellene, ezt a tekegolyót kellene valahogy így... kicserélni, de azt meg kellene válnom, ugye? Van még a fél... Fú, hát egy nedves... Nem tudom, hogy mit kéne csinálni itt. Valamit még tuti nem vettem amúgy fel. Oké, megvárom, hogy még a tekegolyó beesik. Vagyis hát a focilabda beesik az ablakon, és azt ugye ki fogom cserélni. Gyere, gyere, gyere! Gyere, focilabda! Oké, gyorsan! Á, és nem sikerült olyan gyorsan kicserélni! Már csak egy életem van, jó, de mindegy, kicseréltem, az a lényeg, a többi nem érdekel. Ezt most nagyon fogja kapni. Oké. Ez nagyon fájdalmas volt. Ez megvan. Na már most azt nem tudom, hogy... Azt nem tudom, hogy a zongorával mit tudnék csinálni. Tuti, itt is kell valamit csinálni, de mit? Kretén, összefirkálom. Erről van szó, hölgyeim és uraim, nagyszerű vagyok. Az fájhatott! Az kellemes lehetett. Nagyon tetszik az embereknek a műsor, mert én vagyok a best patch. Az a baj, hogy nem fogom tudni meg. Ezt is valahogyan tönkretettem, de hogyan fogom rávenni még egyszer, hogy... ne, no, bújj be! Majdnem meghaltam! Oké, nem haltam meg.
Várom a foci labdát, várom a foci labdát! Gyorsan menj, na! Nem érdekel, bemegyek! Nem, ezt nem hiszem el, megint szétver! Ah, ennyi vagyok, slakeszti! Slakeszti! Slak! Slak! Ennyi voltam, hölgyeim és uraim, nagyon jó vagyok. Az fájatott, és megcsináltam a pályát, ez a lényeg! Ötször állt be a derekaért, tehát 5000 pont ötszörös derék beállásét, hölgyeim és uraim! Ez innentől kezdve let's do this, hölgyeim és uraim! Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és a következő epizódban folytatjuk a szomszédom megprankelését, és természetesen végig fogom vinni az egész játékot, nagyon-nagyon sok pálya van még itt, srácok, úgyhogy lesz bőven még pokoli szomszédok videó. Köszönöm szépen, hogy ennyire tetszik nektek ez a sorozat, vagy ez a játék, és játsszátok, srácok, tényleg ez egy nagyon jó játék. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, én November Megeri voltam, és maradjatok velem legközelebb is. Addig is, sziasztok!